A Rétközi tó, vagy ahogy a helyiek ismerik, a Szabolcsveresmarti víztározó, a térség legjelentősebb vízes élőhelye, amint egy 400 hektáros vízfelület néhány éve szinte teljesen kiszáradt, majd kormányzati segítséggel újult meg. Hétvégétől azonban már ilyen vízi játszótér várja a strandolókat Magyarország 5. legnagyobb egybefüggő vízterületén. A környező települések polgármesterei a nyitást beharangozó sajtótájékoztatón elmondták, ezzel egy régóta dédelgetett álma vált valóra a térségben élőknek. Az volt az álmunk elsősorban, hogy próbáljuk a társadalmi igényeket kielégíteni, hogy mire is van itt szükség. Először ugye arra volt szükség, hogy próbáljuk ezt a tavat újraéleszteni, hogy legyen víz. Ha már van víz, akkor éreztük, hogy fognak ide szeretni jönni az emberek, tehát akarnak majd ide érkezni, akkor legyen szálláshelyünk, és ugye azt gondolom, hogy az is egy egyedülálló szálláshely lett a Bucka-Erde iskola, az is egy csodálatos környezetben megvalósult ez is. Aztán a következő, hogy legyenek vízisportok, éppen átadásra vár a csónakházunk, néhány héten belül ugye az utánpótlás képzés elindulhat a Rétközi tavon, ez is egy nagy kajakkerő utánpótlás központ, megépült, elindulhat. Aztán az első gondolatunk ugye az volt, hogy ha már van víz, akkor legyen strand is, és most érkeztünk el ide. A vízi játszótér mellett hagyományos játszótérrel, öltözővel, mosdókkal, parkolókkal, büfészolgáltatással várják vasárnap 10 órától a látogatókat. A Rétközi tavon ezen túl lehetőség nyílik a nem motoros meghajtású vízi járművek használatára is, amelyekkel vízre szállni szintén erről a partszakaszról lehet majd. Vasárnap 10 órakor nyitja meg kapuit a Rétközi tavon elhelyezkedő strand és vízibázis. Megyes szinten azt mondom, hogy ebben megint az a különleges, hogy egy hatalmas nagy 400 hektáros, több mint 400 hektáros tónak a vizét használja a strand, és készültünk sok-sok újdonsággal, vízi játszóvárral, ami ténylegesen egy akkora méretet választottunk, ha kinézünk, ott az ablakon látszik, ami megint egyedülálló a nagyságát nézve, és várunk ide mindenkit szeretettel, hogy ismerje meg ezt a csodát, amit itt Veresmarti és Döge Kékcse határában elhelyezkedő tó úgymond kínál. A strand hétfőt kivéve a hét minden napján délelőtt 10 órakor nyit, és este 6 óráig várja majd a látogatókat.